Köszöntöm a Tó TV nézőit! Telefonszámunkat, e-mail címünket megtalálhatják a tokötőjelteve.info oldalon, ahol műsorunkat a nap 24 órájában megtekinthetik. A most következő műsorismertetésünket a Gárdonyi Iri BT támogatásával készítettük. Mai Tó fél óra elnevezésű hír és információs műsorunkban először a Napvilágot, heti hír összefoglalónkat, majd a 355.003-at, vagyis rendőrségi információs összeállításunkat, végül pedig programajánlónkat, az MSK-t láthatják. Köszöntöm a Napvilág valamennyi nézőjét! Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk főbb eseményeit röviden. Elfogadták a költségvetést. Állatokat adtak, vettek. Nyertes pályázatok. Gördeszkán az életművészek. Jelmezbe bújtak az iskolások. Nyelvtanfolyamok a turizmusért. Döntések, kérdések és válaszok. A legutóbbi testületi ülés után közmeghallgatást tartottak Velencén a képviselők. Velencevárosi önkormányzata korábban közbeszerzési pályázatot írt ki a civilház felújítására, átalakítására, valamint a temetői illemhely építésére. Mivel a nyertes kivitelező visszavonta ajánlatát, a képviselők úgy döntöttek, hogy új eljárást kell kiírni. Az Extreme Camping Kft. A Tóbíró strandon lévő vízisípálya kiszolgáló épületének bővítéséhez kért hozzájárulást a hivataltól. A meglévő épületet kívánják fedett terasszal bővíteni. A képviselők hozzájárultak a fejlesztéshez, de csak idéglenes épület építésére. A Velencei Tó kapuja projekt térfigyelő és biztonsági rendszerét össze kell kapcsolni a már meglévő hasonló rendszerekkel, ez azonban szakértő közreműködését igényli. Ennek érdekében egy tanulmány megrendelését szavazta meg a testület. A testületi ülés végén közmeghallgatást tartottak a képviselők. A meghallgatáson közel 30 helyi lakos vett részt. Az érdeklődők választ kaphattak a Velencei Tó kapuja beruházással, a kistérségi szakorvosi rendelőintézettel, a 2011. évi költségvetéssel, bevételekkel és kiadásokkal, a termálfürdővel, valamint adókivetésekkel összefüggő felvetéseikre. Az idegenforgalmi épületek, tehát itt lényegben az üdülő adónak a megszűnése, hát ez egy törvényi rendelkezés volt, megszüntették. A közmeghallgatás után a testület elfogadta a 2011. évi költségvetést, majd zárt ülésen döntöttek a Velencéért emlékérem odaítéléséről, melyet a március 15-i ünnepségen adnak át. Állatok a parkolóban. Ha az előzetes tervek ellenére minden hónapban nem is, de legalább évente rendeznek kisállatvásárt Agárdon, amelyre állatbarátokat és tenyésztőket egyaránt várnak. A magyarok élő állatvására elnevezésű programot egy évvel ezelőtt bonyolították le először. Mivel az sikeres volt, akkor azt tervezték, hogy minden hónap utolsó vasárnapján rendeznek kisállatvásárt. Ez azonban sajnos elmaradt. A hétvégén harmadik alkalommal adott helyet az Agárdi Nádas étterem parkolója az ingyenes kisállat bőrzének, ahol legnagyobb számban szárnyasokat árultak. Baromfi, galamb és papagáj fajták közül választhattak az érdeklődők, de kutyákat is árultak a vásáron. A gyerekek örömére állatsimogatásra is volt lehetőség. A vásárt a Magyarok Szövetsége, Agárdi és Gárdonyi szervezete rendezte, együttműködve a V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesülettel és Gárdonyváros önkormányzatával. Az árusításhoz állategészségügyi igazolást kellett bemutatni. Líder a fejlesztési lehetőség. A hamarosan megnyíló új pályázatokat azokra a területekre írják ki, amit a legtöbben kívánnak, igényelnek. Jelenleg az ötletek begyűjtése történik, ezúttal Velencén tették a résztvevők mindezt.
A helyi líder akciócsoport megállapította, hogy a feltételeknek 15 pályázat felel meg, amelyek kifizetésére a megfelelő anyagi forrást is biztosítani tudják. Így most már hamarosan lezárulhat a több mint egy éve húzódó elbírálási folyamat, ha a Vidékfejlesztési Minisztérium irányító hatósága jóvá hagyja döntésüket. Ezek a pályázatok vidéki örökség megőrzésre, turisztikai ösztönzésre és mikrovállalkozások fejlesztésére irányulnak. Az akciócsoport dolgozik a helyi vidékfejlesztési stratégia megújításán is. Ennek határideje március 18-a. Az új pályázatokat már az előrejelzett projektek figyelembevételével írják ki, ezért most fórumokon mérik fel az igényeket. Az új stratégia a tervek szerint az elbírálási folyamatok felgyorsulását is tartalmazza. A felmerült, illetve beérkezett igények alapján megújuló kiírásokra májusban lehet majd először pályázni a mikrovállalkozásoknak és a turisztikai ösztönzéseknek. Júniusban indulnak a klasszikus líder, október-november hónapokban pedig a falufejlesztéssel, vidéki örökség megőrzéssel kapcsolatos pályázatok. Óvis leszek. Megszokott program a velencei óvodáknál a jövendő óvisok meghívása az intézményekbe. A Meseliget óvodában hagyománnyá vált, hogy az intézménybe készülő gyerekekkel még a beszoktatás előtt megismerkednek az óvodapedagógusok. Ebből a célból az ófalusi és az újfalusi település részen több alkalommal is tartanak játszó délutánt. A legutóbbi alkalomra az ófalusi óvodába 20 gyerek látogatott el. A kicsiknek lehetőségük volt kipróbálni a csoportszoba eszközeit, valamint bepillantást nyerhettek az óvodai életbe, többek között azáltal is, hogy részt vehettek közös mondókat tanulásban, éneklésen és kézműves foglalkozáson. Az óvis leszek játszó délutánok célja az ismerkedés, amelyen nem csak a leendő óvodásokkal, hanem a szüleikkel is ismerkednek az óvodapedagógusok. Az új tanév kezdetekor már nem leszünk ismeretlenek számukra, s mi is ismerős arcokat köszönhetünk a kis csoportba, nyilatkozta Cserkó Béláné, óvodapedagógus. Az intézményben dolgozók fontosnak tartják az első benyomásokat, hiszen a gyermekeknek többnyire ez az első olyan közösség, amelybe be kell illeszkedniük. A 2012. május 31-ig harmadik életévüket betöltött gyermekek részére március 21-én és 22-én lesz lehetőség a beiratkozásra, mondta el Serhókné Varja Sedit, a Meseliget óvoda vezetője. Gördeszkán az életművészek. Agárdon a leendő vásárcsarnok közelében a vasút és az üzletek közötti területen pályázati támogatásra gördeszkapálya épül. Az Életművész Ifjúsági Egyesület francia partnerszervezetével együttműködve épít gördeszkapályát a helyi fiatalok részére Agárdon. A Nádas étterem mögötti önkormányzati tulajdonú területen a tervek szerint a velencei gyermekotthon diákjainak, illetve azoknak a környékbeli fiataloknak biztosítanak majd sportolási lehetőséget, akik megfelelő hely hiányában rendszerint a szupermarketek parkolóiban gördeszkáznak. Az Egyesület a Fiatalok Lendületben pályázati programból közel 3,5 millió forintot nyert el franciaországi tanulmányi utakra, sportfelszerelések vásárlására, gördeszkapálya építésére és úgynevezett sportszombatok szervezésére. A Rámpaláz elnevezésű projekt keretében hozzávetőleg 400 ezer forintból megvalósuló pálya várhatóan egy egészen új technológiával készül majd. A helyhez és az anyagi lehetőségekhez szabjuk a pályát. És ennek a lényege, hogy a földet úgy formázzuk már, ahogy a pályának épülnie kell, és a betont, egy nagyon jó minőségű betont helyezünk rá. Ezzel a technikával és az önkéntes munkával jelentősen le tudják faragni az egyébként több milliós építési költségeket. A pálya kialakítását segíti például egy francia önkéntes gördeszka tanár is, aki a tervek szerint egészen az augusztusi projektzárásig Magyarországon tartózkodik. Az Ifjúsági Egyesület további érdeklődők bevonása érdekében március végétől a gördeszkapálya elkészültéig sportszombatokat tart majd. A mi egyesületünk egy ilyen generátor egyesület, tehát hogy fölkaroló ötleteket,
azt igyekszik támogatni, igyekszik ilyen első forrásokat szerezni rá, és hát egy nem titkolt célunk, hogy úgymond idézőbetűve kineveljük azt a generációt, vagy azt a kört, aki ezt fent tudja tartani. Az életművészek azt remélik, hogy augusztusra megtalálják a pálya leendő fenntartóját, ami akár egy újonnan létrejövő sportegyesület is lehet. A projekt iránt érdeklődők száma folyamatosan növekszik, a pálya építése eddig 20 gyermekotthonos diákot és 20 gárdonyi fiatalt érint, de Bakos István elmondása szerint már Budapesten is híre ment a Velencei tónál megvalósuló új gördeszkapályának. Épülnek a sétányok, kész az alap, kezdődik a falazás. Jó ütemben halad a Velencei tó kapuja nevű beruházás építése. A Fehérháznál a tóparthoz levezető térkőburkolatú sétány és a gyalogos híd szerkezeti építése befejeződött. Kialakították az új játszótér helyét, és elkezdődött a kikötőépület kivitelezése is. A hozzávetőleg 100 négyzetméter belterületű fogadóépületben a tervek szerint váró, pénztár és vizes blokk kap majd helyet. A strand területén a fedett sétány, illetve a szolgáltatóház alapozása elkészült, és megkezdődött az első szint falainak építése is. A szolgáltatóházban turisztikai információs részt, rendezvénytermet és üzlethelyiségeket alakítanak ki. A part mentén megkezdődött a tavat körülvevő betonfal megbontása. Helyén egy 400 méteres szakaszon új, esztétikus fal épül, a fennmaradó részen pedig egy homokos, lídós partszakaszt alakítanak majd ki a szakemberek. A közművek felújítása, illetve kialakítása március végére befejeződik, így hamarosan kezdetét veheti a parkosítás is. Csabina Zoltán projektmenedzser tájékoztatása szerint a strand munkálataival már a nyári szezon kezdésre el kell készülnie a kivitelezőnek. A jó elnyeri méltó jutalmát. A mesék varázslatos világába kalauzolta az érdeklődőket a Gárdonyi Nemzedékek Házában tartott mesekör. Gregus László mesemondó hívta a mesék világába mindazokat, akik részt vettek a Gárdonyi Nemzedékek Házában tartott mesekörön. A mesékből a gyermekek megtanulhatják, hogy az óperenciás tengeren is túl van egy olyan világ, ahol a hősök megküzdenek álmaikért, kiállják a próbákat és elérik kitűzött céljaikat. Kalandos útjuk során segítőkkel találkoznak, vagy olyan képességekre tesznek szert, amelyek minden nehézségen átsegítik őket. A próbatételek után pedig a szegény legény királyfi, a leány királylány lesz, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak. Olyan sötét volt ebbe a gödörbe, semmit nem látott, tapogatózott körbe. Olyan sötét volt, a denevérek is így elemlámpával közlekedtek. A mesék egy csodákkal teli világra nyitnak kaput, s aki átlép a kapu alatt, az maga is a csoda részévé válik. Gregus Lászlónak a rendezvénye az volt a célja, hogy a szülők megtudják, miért érdemes mesélni, milyen példát és útmutatást adhatnak a mesék. A mesekörön résztvevők egy mesebeli utazáson vettek részt, és eddig kimondatlan kérdéseikre is választ kaptak. Színes ruhákba, ötletes jelmezekbe bújtak a Gárdonyi Tagiskola diákjai. Az alsó tagozatosok felvonulással, a felsősök csoportos produkciókkal készültek a farsangra. A Csernel István Általános Iskola és Gimnázium Gárdonyi tagiskolájában fergeteges hangulatú farsangi műsort tartottak. Az alsó tagozatosok közül közel 100-an vettek részt az egyéni, jelmezes felvonuláson, amin az első 10 helyezettet díjazták. A zsűriben osztályonként egy-egy szülői munkaközösségi tag, valamint Márton Ferencné igazgatóhelyettes kapott helyet. A legötletesebb farsangi maskarákat a bírák édességgel ismerték el. A felső tagozatos osztályok csoportos produkciókat mutattak be. A zsűri itt csak első helyezettet hirdetett, de az összes többi csoportot is jutalmazta. A döntéshozók tanácskozása közben az iskola művészeti csoportjai, a mazsurettek, a társastáncosok és a színjátszókör tagjai tartottak bemutatót. A diákok műsora után a tanárok is színpadra léptek, a Hófehérke és a Hét törpe modern átiratának előadásával. A délutáni programok után az alsósok közös játékon, a felsősök pedig farsangi bulin vehettek részt az iskolában.
Angol és német nyelvtanfolyamok indulnak Gárdonyban és Dinnyésen a helyi TDM Egyesület szervezésében. A cél a turizmus fellendítése, a város felkészültségének javítása. A Gárdony és térsége TDM Egyesület pályázati úton 200 angol és 200 német nyelvóra megtartására nyert támogatást. A tanfolyam lebonyolítására 4 nyelviskola is jelentkezett, amelyek közül az Egyesület a legkedvezőbb árajánlatú, helyi tanárokat foglalkoztató katedra nyelviskolát választotta. A tanfolyamot a szervezők a város honlapján és a helyi TDM szervezet partnerkörében hirdették meg. Január 15-ig vártuk a jelentkezőket, és mindenki, aki turizmussal foglalkozik, érdeklődik, és szeretné a nyelvtudását fejleszteni annak érdekében, hogy a külföldi vendégekkel magasabb színvonalon tudjon kommunikálni. Nekik szánjuk ezt a nyelvtanfolyamot, és reméljük, hogy majd a későbbiekben lesz lehetőségünk újabb pályázatból folytatásra. A jelentkezések alapján márciustól 5 angol és 2 német csoport indul. Az érdeklődőket egy előzetes szintfelmérő alapján kezdőtől középhaladóig osztották be a 4-6 fős csoportokba. Összesen 6 60 órás és 1 40 órás foglalkozás indul Gárdonyban, a Nemzedékek Házában, illetve Dinnyésen, a Hagyományőrző Központban. A pályázati támogatás révén a jelentkezők kedvező áron szerezhetik meg a nyelvtudást. A TDM tagoknak 400, a többi érdeklődőnek pedig 800 forintot kell fizetnie egy tanóráért. Sporthírek következnek Bodri Éva szerkesztésében. Jó estét kívánok, köszöntöm a Sportnapló nézőit. Jó hírem van a labdarúgás rajongóinak. A hétvégén megkezdődnek a megyei labdarúgó csapatok 2010-2011-es bajnokságának tavaszi fordulói. Szombattól 15 küzdelmes hét vár a tóparti együttesekre. Most pedig következzen a hétvégén megrendezett általános iskolások játékos sportversenye. Az elmúlt hétvégén a VVSI tornatermében rendezték meg a játékos sportversenyek országos elődöntőjét, melyen Tolna, Veszprém és Fejér megye két-két általános iskolája vívott meg az országos döntőbe jutásért. A kisiskolások elsősorban ügyességi játékokban versengtek egymással, mint például a célbadobás, akadály, pályafutás, labdavezetés. A csapatokat 9 lány és 9 fiú, valamint a két felkészítő tanár alkotta. Az országos döntőbe az Agárdi Csernel István általános iskola és gimnázium jutott tovább, a Székesfehérvári Tóvárosi általános iskola a második helyen végzett. Az országos döntőre március 20-án kerül sor Egerben. Kézilabdázó lányok léptek pályára a Gárdony Kupa hétvégi fordulójában. Az elmúlt hétvégén az 5.-6. osztályos kézilabdázó lányok léphettek pályára. A nevezett 6 csapatból a két Székesfehérvárról érkező együttes erősebbnek bizonyult, kiemelkedett a mezőnyből. A Gárdonyi iskola együttese 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. helyen végzett. A hétvége különdíjasainak 2 válogatott kézilabdázó hölgy, Siti Eszter és Virincsik Anasztázia adta át a különdíjakat. Sporthíreink végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Ami a hírek mögött van. A tó környék 7 iskolája a közelmúltban 79 millió forintot nyert pályázaton informatikai fejlesztésre. Csordásné Bölcsics Mártát, az Agárdi Csernel István általános iskola és gimnázium főigazgatóját a hír hátteréről kérdeztük. Közhely, hogy ami nincs az interneten, az nincs. De hamarosan az is bekövetkezik, hogy aki nem tanul meg számítógépet kezelni, az végérvényesen lemarad a világtól. Nagyon közel van ugyanis az az időpont, amikor már minden tevékenységünk, még az otthonunk működtetése is számítógépekkel történik. Természetesen mindennek meg kell jelenni az oktatásban is. A Székhelyi Intézmény Agárdi Csernel iskola, ahogy tagintézményei is, egy pályázati sikernek köszönhetően hamarosan magasabb szinten és modernebb eszközökkel taníthatja a jövő technológiáját. A mi iskolán konkrétan olyan 20 millió körüli összeget nyert, konkrétan informatikai infrastruktúra fejlesztésére. Tudni kell, hogy ezt megelőzte ezt a pályázatot egy másik pályázat, egy támok pályázat, ahol tulajdonképpen a kompetencia alapú oktatásnak a módszertanát tanulták meg a kollégák, dolgoztunk ki erre programokat, és hát egy kicsit ilyen furcsa módon, de most második lépésbe ennek a kompetencia alapú oktatásnak a megvalósításához kapunk eszközöket, informatikai eszközöket. Aki nincs a szakmában, bizonyára ez a kompetencia alapú oktatás nagyon bonyolult. Mit akar ez?
Hát ez a szakemberek számára is nagyon bonyolult, ezt az ezzel foglalkozó szakemberek is nagyon nehezen tudják megfogalmazni. A lényeg tulajdonképpen a gyerekeknek a, hát nem annyira, tehát hogy ne a lexikális tudás felé tereljük őket, hanem a tanulmányozva tanulás, tehát a saját képességeiknek a kibontakoztatására, a tevékenykedtetésre. Hát most, hogyha nagyon egyszerűen akarnám ezt így, és tudnám, akkor körülbelül így fogalmaznám meg. Az informatikai eszközök alatt általában számítógépeket értünk, de az iskolai oktatásban megjelent egy speciális kellék is, az interaktív digitális tábla. 20 milliót költhet a Cserner iskola informatikára, ebbe sok minden belefér. A pályázat kötött felhasználású volt, tehát tantermi csomagokat lehetett pályázni, és eszközöket. Egy tantermi csomag, mi 12 tantermi csomagot nyertünk, egy tantermi csomag áll egy darab digitális táblából, egy laptopból, egy projektorból, tehát ilyenből nyertünk mi 12-t, továbbá nyert az iskola még 41 darab számítógépet. Az interaktív tábla sem csodaszeres, szoktuk mondani, tehát a nem jó se a lónak egyik oldalán, se a másik oldalán lenni. Én a kollégáim számára is azt fogalmaztam meg, hogy úgy képzeljük el mi az oktatást a jövőben, hogy azért megmaradnak a hagyományos, hát hogy mondjam, humán erőforrások is az oktatásban. A digitális tábla azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a gyerekek is részesévé válnak az oktatási folyamatnak. Tehát ezek olyan táblák, hogy a gyerekek akár egy kis felületre, akár a számítógépre írhatnak, rajzolhatnak, és az megjelenik ugye a táblán nagy színes képek formájában. Ez ugye a mai gyerekek számára nagyon fontos, hogy tevékenykedhessenek, a vizualitás náluk nagyon-nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen a mai gyereket már csak hagyományos eszközökkel nagyon-nagyon nehéz oktatni, tehát a figyelmüket nehéz 45 percen keresztül fenntartani. Azt gondolom, hogy egy mai fiatalnak az internet a mindennapi tevékenységének része. Mégis például ez a digitális tábla kapcsolódik-e az internetre, vagy tanítja az iskola az internetezést, az internetezés hasznos felhasználását? Igen, tehát akkor válaszok ezt, az internetezést tanítja. Hát sok esetben a gyerekek esetleg már a átlagos kollégák előtt is járnak. Én azt gondolom, hogy ma egyébként a legnagyobb kihívás az internet használattal kapcsolatban annak a, hát hogy is mondjam, az etikai oldala, tehát hogy egy gyerek hogy tud vigyázni magára, hogy tud vigyázni másokra, mit engedhet meg magával másokkal szemben. Tehát napjainkra annyira felgyorsult az egészen kicsi gyerekeknek is, vagy megnövekedett a internet használattal kapcsolatos tudásuk, gyakorlatilag napi szinten használják. Nekünk most majdnem csak hogy az a legnagyobb feladatunk, hogy megtanítsuk őket bölcsen használni. Most nyilván a tanórákon is egyébként, ugye a tanóra is egy lehetőség arra, hogy ne csak mondjuk közösségi oldalakat használjanak, hanem megtanítsuk azt, hogy a tanításban, hogy lehet ezt felhasználni. Az iskola kialakít hamarosan egy digitális adatbankot, ami a honlapjukon elérhető lesz, és belátható időn belül a diákok a házi feladatukat is ilyen formában kaphatják meg, tehetik fel dolgozataikat a neten keresztül a megadott digitális helyre. De nem csak a diákoknak kell lépést tartaniuk a rohanó digitális világgal, oktatóiknak, pedagógusaiknak még előbbre is illik tartani. Már az előző pályázat, az említett TÁMOP pályázat kapcsán elég sokan vettünk részt digitális tábla használatra felkészítő tanfolyamokon, de ennek az új pályázatnak is van egy ilyen eleme, tehát ez is a pályázat része, körülbelül a mi tantestületünkből 30 fő jelentkezett, aki el fog ilyen tanfolyamot végezni. A Cserner iskola székhelyi intézmény Gárdony városából hozzátartozik tagiskolaként a Gárdonyi Általános Iskola is. Nagy István tagintézményvezető elmondta, hogy ők 10 millió 350 ezer forintot nyertek, ebből 8 digitális táblát, 10 számítógépet, egy vezeték nélküli hálózatot, úgynevezett Wi-Fi-t, és a tesztírásban, feleltetésben segítő 32 diákos szavazócsomagot vehetnek. Az iskolák tehát elnyerték a támogatást, a kérdés csak az, hogy mindennek a hasznát mikor élvezhetik a diákok. Ez nagyon nagy kérdés, itt egy picit vissza is tekintenék, mert tulajdonképpen ezt a pályázatot mi 2008-ban adtuk be, és akkor meg is nyertük. Aztán mindenféle szerencsétlenségek következtében sikertelen közbeszerzés, újra kiírták a pályázatot. Hát most tartunk ott, hogy talán tavasszal megérkeznek a táblák az iskolába, és mi úgy tervezzük, hogy a következő tanévet szeptemberben így szeretnénk kezdeni. A napvilág végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Ékszer minden korosztálynak, kicsiktől a nagyokig. Ékszer. Jó kapni és jó adni. Válasszon korának, egyéniségének megfelelő arany, ezüst vagy nemes acélékszert. Legyen egyedi, legyen kreatív. Számítógépes gravírozásunkkal ebben is a segítségére leszünk. Gravírozható ajándéktárgyak, alapanyagok, nagy választéka, helyben történő feliratozása, s mindezt egy helyen, a Smaragd óra és ékszerüzletben, Velencén, a vasútállomással szemben a tóparton, a Tóút 2-ben. A Tókop ZRT 50 és 600 négyzetméter közötti nagyságú kereskedelmi ingatlanokat kínál bérbeadásra, hosszabb távra. Az ingatlanok részben berendezettek, tevékenységi kör megkötése nélkül kiadók. Érdeklődni lehet Agárdon, a Gesztenyesor 17A-ban, munkanapokon 8 és 14 óra között. A 22-es körzet 355-045 és a 22-es körzet 355-034-es telefonszámokon, vagy személyesen. Köszöntöm Önöket! A Gárdonyi Rendőrkapitányság, illetve a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai közös akció keretében fogták el azt a 9 fős társaságot, akik Pusztaszabolcshoz tartozó egyik tanyán Zicsiújfaluból eltolintott vasúti sineket daraboltak. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra érkezett bejelentés a gyors és összehangolt rendőri akciónak köszönhetően a Gárdonyi, illetve Dunaújvárosi nyomozók járőrök a megadott tanyán tetten értek 7 férfit, akik a vasúti sineket darabolták. Intézkedés alá lett vonva az a tehergépjármű, amely az akció megkezdésekor a telephelyről távozni kívánt. Ebben 2 személy tartózkodott. A jármű vezetője egy hamisnak vélt adásvételi szerződéssel kívánta igazolni a jármű tulajdonjogát. Ezért mind a 9 főt, a tanyán tetten ért 7 főt, illetve a tehergépjármű 2 utasát a Gárdonyi Rendőrkapitányságra munkatársaim előállították. Kiderült, hogy a vasúti sineket valóban Zicsiújfaluból lopták el. Amint egy 35 tonna súlyú vasúti sín lefoglalásra került. Az előállított 9 személy bűncselekménybe való részvételének kérdése még tisztázás alatt áll. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai 3 főt gyanúsítottként hallgattak ki, melyből 2 személy lopásbűncselekmény elkövetése miatt, még a harmadik magánokirat hamisítás bűncselekmény elkövetése miatt is felelni fog. A lopással okozott közel 2 millió 100 000 forint kár megtérült. A gyanúsítottként kihallgatott 3 főt bűnügyi őrizetbe vették munkatársaim. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! Most következő műsorunkat a székesfehérvári Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. Támogatásával készítettük. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Farsangi mulatság Velencén. Március 5-én 16 órától családi farsangi mulatságot rendeznek Velencén a közösségi házban az iskolaút 4 szám alatt. A programok között szerepel többek között a jelmezbál, néptánc tanítás, mulatozás. 17 órától a Kacagány Citera zenekar és Lendvai Tibor dudás zenél. Ez a rendezvény ad otthont még az első velencei amatőr népdal énekversenynek is, ami kicsiknek és nagyoknak egyaránt bemutatkozási lehetőséget kínál. Bővebb információt a 0620 348 57 21-es telefonszámon kaphatnak. Ugyancsak 5-én Farsang utolja címmel műsoros este lesz a Pázmándi Nyugdíjas Klub megalakulásának 15. évfordulója alkalmából Pázmándon, a Művelődési Házban várják az érdeklődőket. Székesfehérvári zenekarok lépnek fel a VVS-i gyermekeiért március 5-én 18 órától a VVS-i Agárdi telephelyén. Ugyancsak ezen a napon, tehát 5-én reggel 7 órától disznóvágást is tartanak a VVS-nél, ahová a belépés ingyenes.
Továbbá megvendégelnek mindenkit egy pohár teával vagy forralt borral. Délben pedig a helyszínen disznótoros ebéd is kapható majd. Köszönöm, hogy velem tartottak. Nagyon sok program lesz a hétvégén, úgyhogy válogassanak a kedvükre. És jövő héten is várni fogom Önöket. Viszontlátásra! Műsorunk ezzel véget ért, munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!